ezzel a showval, ezzel a produkcióval több helyen fel szeretnénk lépni, több helyen megmutatni, mert tényleg olyan nagy kaliberű, amit eddig még nem nagyon csináltunk, és azért több helyszínen szeretnénk megmutatni. Éppen folynak a stúdió munkálatok, hamarosan megjelenik az új albumom, és ennek kapcsán szeretnénk egy videoklipet is kiadni. Az ehhez kapcsolódó dalnak a címe pedig Míg a szívünk dobog. Még egy 90%-os állapotában van a dal, úgyhogy még ezt készítjük, de hamarosan leforgatjuk hozzá a videoklipet is, és hát remélem, hogy mielőbb láthatja majd a közönség is. Ugye most az új album kapcsán szeretnénk nem csak Magyarországot megcélozni, hanem külföldre is egy picit orientálódni. Ugye nekem annyira nem megy jól az angol, és 14 éve tanultam németül, ezért most úgy gondoltuk, hogy hát ha mondjuk ez a vonal sikerülne, és esetleg a német területeket sikerülne meghódítani. Úgyhogy most a következő klipes dalból, amíg a Stevie Dobokból készül egy német verzió is, és ugye nyilván németül leforgatjuk a videoklipet, és szeretnénk ezt kivinni a német nyelvtől területekre, hát ha bejön, úgyhogy nagyon reménykedem benne, hogy sikerül. Nekem régen volt egy nagyon nagy kedvenc együttesem, a Tokyo Hotel, és általuk én rengeteg német zenét hallgattam, nem csak az ő zenéjüket, hanem eleve az összes német előadót megismertem általuk, és igazából nagyon megszerettem őket, illetve volt nagyon sok német barátnőm, akiket tartottam a kapcsolatot az interneten például, és annyira megszerettem az életfelfogásukat, az életstílusukat, a kultúrájukat, meg minden egyebet, hogy így igazából ez a közösség már régóta bennem van.